Kovács. Ivanovski. Kiteszi oldalra, Szolnok, jön a beadás, beleért még, ott az egyenlítő gól. Azt akartam mondani, hogy beleért még Dibusz, azonban a kipattanó labdára érkezett Ivanovski, és a góljával egyenlít a Videoton. Hát ez érdekes fordulat. Mirko Ivanovski góljával, tehát egy-egy ember hátrányban tudott egyenlíteni a Videoton. Mindez a második félidő 5. percében. Már Szolnoki beadása veszélyes volt, és nagyon szép mozdulattal ért bele Ivanovski a labdába. És most lehet csak igazán dühös Tomás Doll, hiszen ha valamit nem szeretne egy csapat, amelyik ember előnyben játszik, és ráadásul gól előnyben, az ez, hogy így kezdődjön egy félidő.